Megnyílt a képzéskoordinációs iroda az Üllői út 317 szám alatt. Az önkormányzati tulajdonú épület átalakításához és annak 5 éves működtetéséhez szükséges pénzt a norvég alappályázatán nyert el a városvezetés. A projekt teljes költségvetése 300 millió forint, aminek 95%-át a norvég alap finanszírozza. Az átadó ünnepségen a norvég nagykövet elmondta, nagyon örült annak, hogy a Norvégiában már évtizedeke bevált élethosszig tanulás módszerét Magyarországon is viszont láthatja. Különösen három olyan szó, ami ebben a projektben feltűnik, ami különösen is felkeltette az érdeklődésemet. Az egyik ugye az oktatás, a tudás, a második a reptér, a repülőtérre épülő szemléletmód, és a harmadik pedig a foglalkoztatás. Norvégiában nagyon magasra értékeljük a tudást, különösen az élethosszig tartó tanulást, tudást. Ez nagyon fontos nekünk abban, hogy megfelelően alkalmazkodjunk a gazdaságban. Az átadott épület egy 50 főt befogadó tanteremből és az oktatáshoz nélkülözhetetlen kiszolgáló helyiségekből áll. Az önkormányzat szervezésében felnőttek részére decembertől 7 ingyenes tanfolyam indul el. Az oktatásokra a www.tud18.hu oldalon lehet jelentkezni. Most pedig itt állunk abban a képzéskoordinációs központban, ahol folyamatos, piaci igényekhez igazodó iskolarendszeren kívüli, az élethosszig tartó tanulás koncepciójához illeszkedő képzési kínálatot alakítunk ki, és kínálunk föl a kerületben élő állampolgáraink számára. A képzések szerkezetét, tartalmát a helyi vállalatok, a munkaerőpiac igényeihez igazítjuk, és reményeink szerint az itt folyó munka jelentősen hozzájárul majd a lakosság életminőségének javulásához. Az oktatóközpont felszereltsége a legmodernebb Samsung okos technológiáján alapul. Egy nagyméretű érintőképernyős televízió és a hozzá kapcsolható 24 interaktív tablet fogja segíteni az itt tanulókat az ismeretek elsajátításában. A képzésekre történő jelentkezéseknél előnyt élveznek majd a 18. kerületi lakosok.